Sziasztok sportársak! Üdvözöllek titeket a mai videóban, ahogy azt már megszokhattátok, innen a gyönyör forrásából, vagyis a konyhából jelentkezem, és a mai nap folyamán arról fogok beszélni, hogy ha betegek vagyunk, érdemes-e edzeni, illetve mikre kell figyelnünk, hogyha ezt megtesszük. Nagyon sokszor kérdeztétek tőlem, hogy mik azok a betegségek, amik során tilos edzeni, egyáltalán érdemes-e edzeni, amikor betegek vagyunk, mik azok a tünetek, amik tiltó listára rakják az edzést, illetve mik azok a tünetek, ami mellett még úgy, ahogy érdemes vagy lehet edzeni. Hogyha valaki lázas, illetve általános gyengeség gyötri, akkor inkább maradjon otthon. Egyrészt amúgy sem tudna úgy teljesíteni az edzőteremben, tehát semmi értelme nem lenne az edzésnek. Másfelől ez csak egy plusz stresszforrás lenne, amivel az idegrendszernek és a szervezetnek meg kéne küzdenie, holott így is elég problémája van, hiszen eleve már egy betegség ellen harcol. Annak nincsen értelme, hogy mondjuk egy 3-4 napos betegség, vagy egy maximum 1 hetes betegség helyett betegek legyünk mondjuk 4-5 vagy 6 hétig, vagy hogy esetleg az életünket kockáztassuk az edzés miatt. Sokatoknak ez tiszta sor, hogyha érzitek, hogy gyengék vagytok, vagy nem vagytok 100%-osan egészségesek, akkor inkább otthon maradtok. Ez egy jó döntés. Viszont nagyon sok szürke zóna van, amikor nem feltétlenül vagyunk 100%-osan egészségesek, viszont nem is mondjuk magunkat betegnek. Ilyen például az orrfújás. Hogyha valaki nem tudja, hogy érdemes-e elmennie edzeni vagy nem, akkor én azt javaslom, hogy menjen el edzeni, és kezdjen kb. 15-20 perc kardióval a zsírégető tartományban. Ebből nagy valószínűséggel érezni fogja, hogy a teste hogyan reagál. Ez egy alacsony intenzitású mozgás, viszont itt egy tapasztaltabb sportoló, akinek már vannak évek a háta mögött, illetve ismeri a testét, pontosan érezni fogja, hogy képes lesz-e teljesíteni. Hogyha valaki ez alatt a 15-20 perc kardió alatt nyilvánvalóan érzi, hogy nem lesz képes teljesíteni az adott edzésmunkát, akkor haza kell menni és pihenni kell. Diétára és főként szálkásításra vonatkozóan én azt javaslom, hogy érdemes felhagyni ideiglenesen a szálkásítással. Ez nem azt jelenti, hogy mindent be kell termelni, ami csak az utunkba esik, mert azzal is megterhelhetjük a szervezetünket. Azt mondom, hogy ha valaki 3000 kalóriát eszik napi szinten, ahhoz, hogy fent tudja tartani a testsúlyát, és most mondjuk szálkásít, tegyük fel 2600 kalóriával, akkor érdemes visszamenni 3000 kalóriára, érdemes egy kicsikét többet tenni, mert a szervezetünknek szüksége van arra a plusz energiára, hogy harcoljon a betegség ellen. Ez sokkal előnyösebb, mert ha belegondolunk, lehet, hogy csak 2-3 napra függesztjük fel a szálkásítást, maximum egy hétre, és utána visszamehetünk az edzőterembe, visszaállhatunk a szálkásító étrendre, viszont hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a szervezetünknek lehet, hogy nem lesz elég energiája ahhoz, hogy önmagát meggyógyítsa, hogy harcoljon a bacillusok, illetve a betegség ellen, és lehet, hogy ugyanez a betegség el fog húzódni 4 vagy 5 hétig. Én azt mondom, hogy ha valaki beteg, akkor mindenképpen maradjon otthon, mert a szervezetünk általában sokkal okosabb, mint mi. Egy nagyon jól összerakott, nagyon jól működő rendszer, és tudja, hogy mikor van plusz kalóriákra és plusz pihenésre szüksége. Sportársak, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznos volt a videó, hogyha igen, akkor pörköljetek egy lájkot, illetve ne felejtsétek el megosztani a videót azokkal, akiknek jól jöhet. Hogyha egészségesek vagytok, akkor jó edzést kívánok, hogyha betegek, akkor jobbulást, és nézzétek a videóimat. További produktív estét és egy fehér csokis Kinder Bueno-t kívánok nektek. Sziasztok!